A székesfehérvári szerb közösség tagjait karácsonyi vecsernyére esti istentiszteletre várták a Rácz utcai templomba. Január 7-én ünneplik világszerte az ortodox keresztények a karácsonyt, közel két héttel azután, hogy a nyugati katolikusok megélték és vízkereszttel lezárták az ünnepet. A különbség oka, hogy a nyugati hívek Gergely, míg a keleti hívők a Julianus naptárt használják. Bár 13 nappal később ünneplik Jézus születését, mint nyugati társaik, a karácsony a szerbek számára is ugyanazt jelenti. A hívek számára a húsvét után a legnagyobb ünnep a karácsony. A liturgiában mások a változó és a megszokott énekek, és hiányzik a karácsonyfa a templomból. A templomban szalma és töltyfágak emlékeztetnek arra, hogy Jézus istállóban született. A pásztorok, akik meglátogatták a kisdetet születése után, töltyfával gyújtottak tüzet, hogy amellett melegedhessen. A liturgia keretében a gyülekezet körbeállja a badnyákot, vagyis a szent töltyfából élesztett lángokat. Az ortodox hívők január 14-én ünneplik majd új évnapját.